Jobbra, balra! A parlament ülése a nemzeti lobogó és a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd a trianoni békediktátum okozta tragédiára és a nemzeti összetartozásra emlékeztek. Az elnöklő külön köszöntötte a külhoni magyarokat, akik megőrizték magyarságukat és gyarapították a nemzetet. Az ülésen benyújtották a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatot. A 12 pontból álló dokumentumot Szűcs Lajos, a Magyar Országgyűlés jegyzője ismertette. Az 5. pont szerint a nemzeti sokszínűség erőforrás. A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrást, hanem erőforrást képezhet. Egész Európa és a kelet-közép-európai térség valamennyi nemzete és állama számára. Ennek érvényesüléséhez az szükséges, hogy a térség államai az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkelye szellemében mindannyian ismerjék el a nemzeti önazonossághoz való jogot alapvető emberi jogként, és közösen határozzák meg annak a 21. századi kihívásokra megfelelő választ adó politikai és jogi tartalmát, valamint az így meghatározott jogot a gyakorlatban is biztosítsák a területükön számbeli többségben, illetve kisebbségben élő nemzeti közösségek számára egyaránt. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke nyitó beszédében kiemelte, a magyarság 1000 éves Kárpát-medencei történelméből 100 nehéz év van a hátunk mögött, és a magunk által alakítható jövő áll előttünk. Mi magyarok, akik elveszítettük a 20. századot, nem akarjuk elveszíteni a 21-et. Azt sem akarjuk azonban, hogy a 100 esztendővel ezelőtt nyertes szomszédaink elveszítsék. Nem csak azért, mert lovagias nemzet vagyunk, hanem azért sem, mert nem áll érdekünkben. Mi senkit nem akarunk becsapni Trianon ügyében, legkevésbé önmagunkat. Trianon öröksége számunkra a 21. században is változatlanul nyitott létkérdés. Azért, mert számunkra ez az örökség ma 2 millió magyar nemzettársunk sorsáról, jövőjéről, szülőföldjén magyarként való megmaradásáról szól. A magyar köztársasági elnök arról beszélt, hogy 100 évvel ezelőtt Magyarország gyászolt. Mindenhol zúgtak a harangok, a magyarok 5 percig csendben álltak. Egyetlen magyar sem tudta feldolgozni a vesztességet, a megaláztatást. Június 4-e 10 éve a Nemzeti Összetartozás napja, hívta fel a figyelmet Áder János államfő. Az elmúlt 10 évben az volt a célunk, hogy végre építsünk ott, ahol annyi évtized csak rombolni tudott. Hogy a nemzetpolitika nemes fogalmát megtöltsük tartalommal, és az egyszerűsített honosítással erősebb kötelék szövődjön magyar és magyar között. Hogy támogassuk a határainkon túli kis magyar közösségeket épp úgy, mint a nagy intézményi hálózatokat. Hogy képzésekkel, támogatásokkal fejlesszük a határon túli magyar vállalkozások versenyképességét, megújítsuk az egyházi, közösségi élet színtereit. Az ünnepi program zárásaként közösen énekelték el a magyar, majd a székely himnuszt. Ezt követően az ülés résztvevői állva tisztelegtek a nemzeti zászlók és a történelmi lobogók kivonulása előtt.